Gombnyomásra indul a győri hulladékgazdálkodási és non-profit Kft. Legújabb gépe, amelyel azokat a ládákat vagy kukákat tisztítja meg a vállalat, amikbe a visszaváltott palackokat gyűjtik. A cég is szerves része a műanyagmentes július kezdeményezésnek, amelyel újabb lépést tesznek a környezetbarát Győrért. A műanyagmentes júliushoz kapcsolódóan büszkén mutatjuk be legújabb fejlesztésünket és beruházásunkat, hiszen július 1-től már csak olyan műanyagpalackok kerülnek a boltok polcaira, amelyek egytől egyig visszaválthatóak, 50 forintot ér minden palack, és az automaták pedig jól megtalálhatóak a visszaváltó helyek a Mohunak a térképes keresőjén, és a GHG-be kapcsolódik ezekbe a munkafolyamatokban is, és egy nagyon különleges és teljesen erre a célra kifejlesztett speciális mosóberendezést vásároltunk. Ez egy önerős beruházás, ahol azokat a ládákat tudjuk mosni szakszerűen, amelyekkel a göngyölegek, amelyekbe az emberek a göngyölegeket gyűjtik, és különlegessége, és nekünk ez nagyon fontos volt, mint GHG-nek és Győrnek, hogy ez a bálamosó berendezés, ez egy olyan eszköz, ami energiatakarékos, víztakarékos, és ezzel együtt környezetbarát és természetbarát vegyszerrel használható, tehát minden kétséget kizáróan figyelembe vettük ezeket a nézőpontokat is. Nagy Csaba kiemelte, hogy a folyamatos fejlődést tartják szem előtt, melynek része többek között, hogy a logisztikai területen most tesztelik a mesterséges intelligencia felhasználhatóságát. Próbaüzem alatt van a szelektív szigetek edényeinek telítettségét jelző rendszere is, ezekkel együtt pedig tableten nézhető és több nyelven kommunikáló digitális járattérképek segítik a kukás autók sofőrjeit. Az új visszaváltási körforgásban pedig szintén gyorsan megtalálta helyét a GHG. Korábban ugye az volt a kérés, hogy tapossuk laposra ezeket a flakonokat, most így ezeket nem tudjuk visszaváltani, hanem épp formájában kell betenni az automatába. 50 forintot ér minden ilyen palack, és a Mohunak a térképes keresőjén tudjuk megtalálni a hozzánk legközelebbi olyan automatát, ahol ezt vissza tudjuk váltani. A beruházások során tudtunk venni ugyancsak önerőből egy olyan targoncát, amivel ezeket a ládákat, amiket itt az új eszközzel kimosunk, tudjuk mobilizálni, forgatni, szállítani, hozni, vinni a telephelyen belül. Ez az önerős beruházás összesen mint egy 50 millió forintos fejlesztést jelent, ezt a GHG önmagától ki tudta gazdálkodni. A vállalatunk mindig igyekszik a lehető legmodernebb technológiai eszközöket használni, ugyanakkor a GHG és a jogelő cégeinek a legnagyobb erejét mindig az összetartó munkái közösség adta, éppen ezért igyekszünk a lehető legjobb módon megbecsülni embereinket. A Mohu adatai szerint naponta több mint 1 millió palackot váltanak vissza az emberek, július óta pedig több mint 25 millió műanyag került a visszaváltókba. Ez az ügyvezető szerint olyan nagy mennyiség, ami felhívja a figyelmet a vásárlási szokásaink esetleges felülvizsgálatára.